A ráadás perceiben a rendkívül agilis Vernes lépett ki zicserben, de szerelni tudták. A labda azonban Gyorgye Kamber elé került, aki élt a lehetőséggel, és idénybeli hatodik góljával kialakította a 3-0-ás végeredményt. A Budapest Honvéd ezzel 18 mérkőzés alatt 6 győzelmet, 6 döntetlent és 6 vereséget könyvelhet el, 24 pontjával a bajnoki tabella 8. helyén áll. A Puskás Akadémia viszont egyre nehezebb helyzetbe kerül, már csak 3 ponttal előzi meg a kieső helyen tanyázó Vasast, és 4-jel a sereghajtó Békés Csabát.